A rövid karácsonyi pihenőt követően már a konditeremben dolgoznak a nyíregyházi röplabdázók, ami nem meglepő, mivel a sűrű decembert követően hasonló folytatás vár a csapatra az új esztendőben is. A szövetség által az év edzőjének választott Németh Szabolcs szerint csak minimális hiányérzet maradt benne az elmúlt esztendő zárásakor. Az egész december lényegében azt mondhatom, hogy sikeres volt, hiszen játszottunk 5 mérkőzést, abból volt értelem szerint 3 hazai fronton rendezett mérkőzés, abból 2 kupa negyed döntő, egy bajnoki mérkőzés, amit azt sikerrel abszolváltunk, így tudtunk bejutni a kupa elődöntőbe, illetve volt 2 bajnokok ligája mérkőzést egy sztárcsapata ellen, a világ legjobb csapata ellen, klubcsapata ellen, és ami egy nagyon picit keserűvé teszi a decembert, az, hogy tényleg győzni mentünk Szerbiába, és egy nagyon kiélezett meccsen, bár alul maradtunk, de egy nagyon jó mérkőzés sikerült játszani a hazaiakkal. Hogyha az a mérkőzés megvan, akkor abszolút azt tudom mondani, hogy egy nagyon sikeres decembert zártunk volna. Én annak ellenére azt mondom, hogy elégedett lehetek, mert amit kitűztünk célul hazai fronton, azt abszolváltuk, azt szépen hozták a lányok. Az elmúlt év végén 2 játékossal közös megegyezéssel szerződést bontott a klub, a feladó Anna Tiemi és a szélső ütő Dékány Bernadett is máshol folytatja pályafutását. Új játékos a 19 éves bolgár korosztályos válogatott, feladóként bevethető Nikol Milanová. Karácsony után 2 ember is távozott a csapatból, egy viszont érkezett. Úgy gondolom, hogy ezt a csapat egész jól kezeli, hiszen profi játékosok vagyunk, nem szabad, hogy ez nagyon megingasson minket fejbe. Próbáljuk beilleszteni az új játékost a csapatunkba, és szerintem egész jól sikerül ez. A Fátum Nyíregyháza hétfőn a Szent Benedek Akadémia elleni Magyar Kupa elődöntő első meccsével indítja az évet Balatonfüreden. Bár a tavalyi szezonban más volt egy picit, mert ott egy mérkőzés volt, idén 2 mérkőzésen dől el, de mindenki látta, hogy azért a kupa elődöntő az már nem egy kis feladat, az már egy nagy feladat, a kupa döntő a cél. Én egy nagyon kiélezett csatára számítok a Balatonfüreddel. Felkészülünk rájuk, a lehető legjobbunkat próbáljuk majd nyújtani azon a mérkőzésen, és én hiszem, hogyha a játékosaink azzal az elánnal és azzal a mentalitással lépnek pályára, ahogy már bizonyították az utolsó Balatonfüred elleni mérkőzésen is akár, akkor sikerrel fogjuk venni ezt a párharcot. A kupa visszavágót január 14-én pénteken játsszák a Continental Arénában. Az év első bajnokok ligája meccsén január 18-án Olaszországban az Imoco Conegliano ellen lép pályára Nyíregyháza, az első bajnoki meccsen pedig január 24-én a Kaposvárt fogadja Németh Szabolcs együttese.